Hát, elindult a ma esti Restart Extra velem, illetve Marcival, aki egyébként már itt van a stúdióba. Meg is mutatom. Sziasztok, kellemes péntek délután, kora estét kívánunk mindenkinek, ez itt a Restart Extra, mégpedig, ahogy Bazsi az előbb mondta, ma ketten fogunk titeket elkalauzolni különböző érdekes IT, multimédiás és hasonló dolgok világában. Következő, hát cirka másfél órában ezt együtt fogjuk tölteni. Igen, Balázs is mindjárt helyet foglal itt mellettem. Vendi ugye jól megérdemelt és várovár szabadságát tölti Spanyolországban. Aki a Facebook oldalát követi Vendinek, az már láthatja, hogy pesenyevörösre égett, vagy nem tudom, sült, vagy grillezték. Nézted az oldalát? Néztem az oldalát, elfelejtett naptejet használni, ahogy néztem. Igen, de más nem, ahogy látom, na mindegy. De előbb beszéltünk egyébként vele telefonon, és nagyon jól érzi magát, üdvözli a kedves nézőket, nagyon sajnálja, hogy nem lehet itt veletek, ez vicc volt, mert egyébként tök jól érzi magát, és tök más a gondol, mindesetre örülünk, hogy kikapcsolódik, és most pedig nektek rajtatok a sor, hogy kikapcsolódjatok a következő másfél órában. Illetve bekapcsolódjatok a műsorba. Pontosan, hiszen rengeteg elérhetőségünk van, ahol kapcsolatba tudtok velünk lépni. Van egy Skype-unk, ez a tv.fixhd, itt kell ismerősnek jelölni. Klik, én itt visszaigazolom, és akkor be tudtok csörögni, és tudtok tőlünk kérdezni, vagy megosztani a véleményeteket valamelyik aktuális hírrel kapcsolatban. Köszönjük Krisztiánnak a produkcióját, amit itt előadott nekünk most az előbb az ajtóból. Zseniális voltál, Krisztián. Egyébként pedig igen, ahogy mondta Marci, még van nekünk egy telefonszámunk is, a 44-51-349, csörögjetek be élő adásba, illetve van nekünk egy Facebookos oldalunk. Több is. www.facebook.com/fixhd, ez a tévé. Ez ide lehet írni a falra egyébként, bár jobban szeretjük, hogyha audio módon betelefonáltok, ez mégiscsak jobban néz ki, nem, hogyha halljuk egymást, visszahallgatjátok magatokat az adásban és röhögtök, ennyi. Van neked is Facebook oldalad, azt hiszem a legrövidebb Facebook oldal címet kiválasztottad magadnak. A Guinness rekordok könyvébe biztos bekerül. Igen, nekem kéne elmondanom, úgy néznek ki, hogy folyton mondjuk, de nem jegyeztem meg. Facebook.com, eddig tudom. facebook.com/EdenBtoothHungary. Hungary. És mi lesz, hogyha nemzetközi karrierbe vágsz? Akkor majd national, vagy nem tudom. International. International, így van. International. Nekem pedig a facebook.com/Marci, nem, Fix Marci. Igen, ezt az oldalt lehet lájkolni, és akkor lehet ott, hát üzenteket kevésbé, de rogatni, azt inkább itt adásban tegyétek meg, viszont a különböző érdekes híreket, meg az életem apró mozzanatait, amit megosztok veletek, azt ott láthatjátok és lájkolhatjátok. Na, nagyon megint elment a wifi, mert mindig adáskezdésnél szokott elmenni. De itt én meg kapom folyamatosan az üzeneteket Facebookon, de srácok, ne haragudjatok, most nem fogok válaszolni, mert adásban vagyok. Viszont hoztam híreket, többet is, úgyhogy szerintem kezdjük valami hasonlóval. Nem tudom, melyikkel kezdjük igazából. Ne az iPhone-ossal. Egy olyan hírrel kezdem, amiről van videó is, úgyhogy lehet, hogy azt kéne, hogy nem is tudom átdobni, de most te nem tudsz videót kidobni, ugye? Ezt félben keresztül beszéltük meg az adás előtt, semmi gond. Igen, csak fáradt vagyok, ne arra. A lényege az a cikknek, hogy megható dolog, ugyanis a 3D-s nyomtatásnak köszönhetően láthatja magzatát egy vak anya. Képzeld el. Az van a cikkben, hogy bár már korábban is mutattunk több példát arra, hogy milyen módon teheti jobbá valamilyen fogyatékkal élő emberek és állatok életét a 3D-s nyomtatás, mostani videónk valószínűleg még előbbieket is toppolja. Kösz, Marci, hogy kinevetsz. Ebben ugyanis annak lehetünk tanulni, hogy hála az ultrahangos modellalkotás és a 3D nyomtatás kombinálásának egy vak anya is képessé válik a hasában növekedő magzat érzékelésére, hasonlóan ahhoz, ahogy a látótársai is tehetik. Szerintem ez egy tök jó dolog, hogy most már odáig jutott a technika, hogy ilyeneket is meg tudunk csinálni. Hogy a 3D nyomtatás nem azt mondom, hogy visszaadja, de mondhatjuk azt, hogy valamilyen szempontból visszaadja a látását. De ez nagyon jó, mert az életminősége mindenképpen javul, és én is láttam a Zsorsom ezt a cikket, és azt az örömet a hölgy, vagy a lány arcán, amikor ugye a saját gyermekét ilyen módon ugye ki tudja tapintani. Igen, és ráadásul vakírással egy ilyen kis gipsz akármire csinálták meg ezt az egészet,
és még vakírással fölé is van írva, hogy én vagyok a fiad. Nagyon jó. És így elolvassa, és gyakorlatilag könnyezik a szememet, hogy annyira sír. Boldog. Hát, mondjuk van erre egy szavunk, sír. Igen. Na, egy másik egyébként, hogy a technológia, ahol ez mondjuk kevés-kevésbé életminőség javító. Oroszországban képzeld el, hogy a Rocky parkolóhelyeken, tehát a mozgássérültek parkolóhelyén, elnézést, azt úgy próbál, ugye igazolványt az bárki tud magának szerezni, főleg Oroszországban gondolom, hogy ez még egyszerűbb, mint mondjuk Európának ezen a részén. És egy hologramos technológiával megoldották, hogy aki be akar állni, egy hologram ember elévedik a rendszer, és akkor jól megijed, és akkor átgondolja az egészet. Uh-ha. És hát nyilván egyébként az ilyen valószínűleg azért nem a mit tudom, Star Trekből vagy Star Warsból lévő hologramokat kell elképzelni, de azért, hogyha még egy picit hasonlít, azért ez eléggé. Hát elég, ez elég kemény, igen, lehet, úgyhogy ilyen nem hirtelen tudom. Hirtelen ott terem valaki. Igen, valami kamera ellenőrző, hogy benne van, ugye, ahol ki kell tenni a rendszám, gondolom. Nem? Nem tudom, mert lehet, a rendszám valamit leellenőrz, és ha nem, akkor ez megjelenik, úgyhogy ezzel próbálják meg kicsit sokkolni a szabálytalanul parkolókat, akik mások elől veszik el ugye a parkoló helyet. Ez is egy érdekes informatikai megoldás. 3D nyomtatót, láttam már élesben 3D nyomtatót működni? Láttam, igen, láttam 3D nagyon nyomtatót kemény, működni, kemény. De nem is tudom igazából mihez hasonlít, mert a kedves nézőknek akkor mondanám, hogy ez nagyjából, hát persze nyilván többféle is létezik, de nagyjából egy olyan szerkezetről beszélünk, aminek van egy ilyen szórófeje, és egy szórófej gyakorlatilag modellezi le a 3D-s objektumot speciális műanyag szálból, olvasztott műanyag szálból. Így működik gyakorlatilag a 3D nyomtató. Igen. Aztán facebook.com/fixhd. Nem tudom, a nevedet kiolvasni, cirill betűkkel van, de ennek mi értelme egyébként? Nem tudom, majd én is cirill betűvel fogom. Hogy ne lehessen keresni, szerintem ez, de ha az ember fölteszi egy közösségi oldalra, akkor nem ér egy... Nem tudom, de kérdésesen tudunk sajnos válaszolni, mert márkáktól meg áraktól hemzseg. Vettem egy töttörö-töttörö márkájú vinyót, töttörö-töttörö forintért, megérte-e? Hát, ja, Zsolász, egyébként, ez pont olyan, mint amikor... Csak egy hasonlatot mondok neked erre a történetre. Ez olyan, mint amikor valaki bemegy valamelyik mobil szolgáltatóhoz, vagy valamelyik ilyen műszaki állózban mobiltelefonok, rádiótelefonokat lehet vásárolni, és rábeszélik a rossz CSS, ugye, az nem arra, a rossz CSS az a legdrágábbra beszéli rá, a jó CSS arra, amire szüksége van ugye az embernek. Mert ez pont az a történet, amikor rábeszélnek valakit egy ilyen, mit tudom én, 200-300 ezer forintos telefonra, és utána ugye mire fogja használni, mondjuk nézzük, egy édesapám vett volna egy 300 éves telefont, amikor kérdezte, hogy milyen okos telefont vegyem, azért mégiscsak már okos telefon legyen, és rábeszéltük volna, hogy mit tudom én, milyen szuper csúcs, high-tech éppen aktuális piac legmagasabb részén lévő telefonra, megveszi 200 ezer forintért, telefonál rajta, SMS nem küld, nem tud SMS-ezni, esetleg böngészget rajta lájtosan. És akkor hú, de rohadt drága volt, nem érte meg nekem ez a telefon. Miért? Mert olyan készüléket vett, ami neki nem éri meg. Ha te vennél egy ilyet, akkor lehet, hogy te azért vetted, mert olyan jó benne a kamera, olyan jó benne ez, amit mind kihasznál az ember. Na most itt tudok neked visszamondani, hogyha te szerettél volna magadnak egy vinyót venni, egy SSD-t venni, és egyébként viszonylag olcsón, mert gyakorlatilag bagó ér, mert ez nem pénz, manapság sajnos. Már megkukkolom én is, hogy mi ez már. Úgyhogy gyakorlatilag így kell magadnak föltenni, hogy megérte. Te, ha azt kihasználod, betetted az SSD-t, sokkal gyorsabb lett minden, úgyhogy én most fogok majd SSD-t vásárolni, de azért kikérem annak a bajérményeknek a helyén ülök, mert azért mégiscsak, majd együtt három Bambi után beszereljük, az mindig jó móka, és tehát az, hogy megérte ezt, így kell feltenni, mert gondolj bele abba, hogy mondjuk mit tudom én, valaki más, aki azt tudja, hogy ez az SSD, meg azt tudja, hogy ez a számítógép, neki nem érné meg, mert miért adott ért a pénzt. Hát egyrészt, másrészt meg azt nézd meg, hogy ugye itt pontosan tudod a típusát, nézz utána a neten, hogy mennyibe kerül újonnan egy ilyen SSD, és ahhoz képest mondjuk, hogy fél éves, durván tudod nyilván, hogy mennyit volt használva, és ahhoz képest próbáld meg megítélni, hogy akkor ez az ár, amit te kifizettél érte, ez most jó vagy rossz, illetve hogy megérte-e. Igen, de ez teljes mértékben így van. Tehát azt gondolom, hogy minden esetre ezt
nem tudom. Tehát árakról nem tudnak nektek itt beszélgetni meg márkákról. Igen, nehéz. Nehéz, úgyhogy ilyen kérdésekkel próbáljátok meg egy picit inkább kímélni, minden más természetesen szívesen válaszolunk. Aztán Boat van, Boat kérdezte, ezt erről beszéltem egyébként erről a fantasztikus új vírusról, amit terjed. Hát tudom, ezt azt hiszem mi is veséztük szerdán, igen. Jól emlékszem. Egy kis összefoglaló akkor a történetről. Ugye van egy olyan malware, tehát egy ilyen kártékony program, ami alapesetben mit csinál? Földrepszik a számítógépedre, és alapesetben ugye nem okoz igazi kárt, mert nem az a lényeg, hogy téged a gépedet tönkretegye, hanem az a célja, hogy az adataidat begyűjtse. Hitelkártya, szám, jelszavak, PIN kódok, amiket megadsz ugye az internetezés során. Gyakorlatilag. Viszont ez a malware gyakorlatilag azt teszi, hogy amikor elkezdi a vírusírtó keresni, akkor elkezd a Winchesternek a olyan szektoraiba írni gyakorlatilag, hogy a partíciókat szétizéli, és a Windows telepítését is megnehezíti. Tehát akár gyakorlatilag olyan károkat tud okozni, hogy a Winchestert gyakorlatilag dobhatod a kukába, mondják a ugye, szakemberek. Ugye, mert hogyha jól emlékszem, akkor ez az MBR szektorban... Így van, na, de erre én föltettem a kérdést szerdán, hogy ugye lehet nem csak MBR szektorosan telepíteni oprendszert, lehet GUID-san, vagyis GPT-san is telepíteni egy oprendszert. Na jó, akkor ezt most magyarázd meg, légy szíves a kedves nézőknek. Hát ugye ezt már elmagyaráztam szerdán, de akkor ismételjük. De lesz a text az ismétlés tudásonja. Igen, akkor ismételjük meg most nagyon röviden. Annyi a lényege, hogy az MBR egy régebbi technológia, vagyis Master Boot Record, tehát ugye gyakorlatilag a Winchesteren létrejön a telepítéskor egy fő rendszerindító rekord. Ebbe van gyakorlatilag bejegyezve az, hogy milyen oprendszer van az adott vinyón, hol található rajta, illetve hogy milyen paraméterekkel, hogyan kell azt elindítani. A GUID-s telepítés az egy picit máshogy működik, az egy újabb technológia, ami az UEFI BIOS-os alaplapokkal jelent meg gyakorlatilag, és egy teljesen más technológia, mint az MBR szektoros telepítés. És ez volt a kérdésem gyakorlatilag, hogyha nem MBR-esen, hanem az újfajta technológiával telepített föl esetlegesen mondjuk a Windows, mint operációs rendszer, akkor ugyanúgy képes ez a malware belenyúlni bármibe is, hiszen ennél a telepítésnél nincsen MBR, amiben belenyúljon. Vagyis van, csak az máshogy működik. Egyébként én elképzelően tartom, hogy nem a válasz erre a kérdésre, bár hál' Istennek nem futottam még össze ezzel a vírussal. Egyébként e-mailben terjed a vírus, e-mail csatolmányként ez a fő terjedési formája, amit ugye hogy lehet kivédeni? Alapesetben, hogyha felhőben levelezünk, tehát a Gmailt használjuk, a Hotmailt használjuk, a Outlook.com-ot használjuk, akkor ugye már gyakorlatilag az ellenőrzés megtörténik ott, amire mi hozzájutunk, de persze akkor is az érdemes vigyázni. Ha viszont olyan POP3 szerverről csak rágyúl egy Outlook-ba, tehát egy levelező kliensbe az e-mailjeinket, ami nincs központi ellenőrzés alatt. Mint például ugye egy Outlook. Igen, hát egy Outlook-ba beállítva, mondjuk egy internet szolgáltatótól kapott e-mail címet lerántani, bár mondjuk az internet szolgáltatótól kapott e-mail címek használat, én nem javaslom, azt nem tudod hordozni be az a mobiltelefonszám, hát hogyha lemondod meg, stb. Úgyhogy viszont akkor ugye egy vírusírtónak mindenképpen kell lennie a számítógépen, de ugye akkor még, tehát ha a vírusírtó elkapja, amikor ezt letöltöd, akkor még nem lesz vele probléma. Akkor van probléma, akkor okozza a kárt, ha már fönn van a gépem, és utólag kezded el keresni. És egyébként ezt neves informatikai nemzetközi szakportálok hívják, hogy ez gár, mert azért az utóbbi években viszonylag kevés olyan vírusról lehetett hallani, vagy kártékony kártevőről, ami a számítógépben fizikai kárt okoz. Már azért a legtöbb csak szoftveres, akkor az egy max. Egy fél éjszaka, amíg újra bekötözöl a számítógépedről egy jó kis Windows telepítés. Hát még ez sem feltétlen fizikai, mert az, hogy a logikai partíciós táblának a struktúráját megsérti egy ilyen vírus, az még alapvetően nem fizikai hiba, tehát nem a hardware fog meghibásodni. Szerintem ez is valamilyen szinten szoftveres meghibásodás, tehát javítható, de hát azért, igen, nem szeretjük. Igen, igazad van, ez nem fizikai, hogy régen voltak ilyenek a fizikai. Voltak, igazad. Amikor a BIOS-ba, tipikusan a BIOS-ba épült bele, ha jól tudom, a BIOS. Igen, és azért voltak ilyenek, igen. Voltak ilyen történetek.
hál' Istennek az értek valahogy eltűntek. Igen, mert egyébként megfigyeled a kártevés, most már nem is inkább az adatlopásra összpontosítanak, nem is a kártevésre, meg arra, hogy a te számítógéped erőforrását használja a saját további terjesztésére az interneten. Tehát nem arra, mint régen, amikor ugye még az internetes korszak előtt floppy mondjuk hoztál egy vírust haza, és akkor az szétszerte a gépedet. Hát meg most már nem feltétlen kell ahhoz egy számítógépre telepíteni vírust, hogy adatot tudjanak lopni. Tehát ebbe gondolj bele, hogy régen miből állt egy vírus? Abból állt egy vírus, hogy fönt volt mondjuk a neten, vagy valamilyen adathordozón, és az feltelepültetett a számítógépedre, és tudott adatot lopni. De például gondolj bele abba, hogy hány olyan Facebook vírus van, ami nem a te számítógépedre települ, hanem mondjuk a cookie-ba épül bele, ugye, vagy mondjuk beleépül a Facebookba. Aha. Gyakorlatilag. De jó, hogy ezt a Facebook vírust felhozod, mert hát én nem tudom, de amikor hogy meglátok, hogy valaki kiposztol egy ilyen furcsa karakterek, értelmetlen mondatok, esetleg ilyen számunkra értelmetlen karakterek, alatta valamilyen videónak álcázó dolog, de már ránézésre látszik, hogy ez nem, és akkor elkezd terjedni minden ismerős, tehát egyre több ismerős. Igen. Érdekes, és úgy, én nem kattintottam rá, aha, persze. Magától nem működik. Igen, azt tudom mondani, ez olyan, mint amikor sokszor mesélek erről, amikor eldeszkeztem sok-sok évvel ezelőtt, hogy hát de én nem csináltam semmit, tehát mi működött. Hát most itt a számítógépről beszélek, és magától azért nagyon ritkán romlik el, mert magától nagyon ritkán romlik el egy olyan, aminek a működésért te vagy felelős, tehát nem fizikai hibáról beszélek, hogy megadja magát valami, így hanem van. Én nem töröltem, tehát ott volt, én nem töröltem, csak kikapcsoltam a gépet. Hát éjszaka a manók nem kapcsolják be a gépet és törlik hát le. Így van, ráadásul a számítógép az magától nem gondolkozik, az te irányítod. Teljesen mindegy, hogy milyen számítógépről beszélünk, ott a felhasználó irányítja magát a gépet, a gép magától nem fog semmit csinálni. Kivéve ugye automatizált számítógépekről beszélünk, de azt is programozók, illetve felhasználók automatizálják gyakorlatilag, tehát az sem magától működik, hanem egy felhasználó által. Igen, tv.fixhd, ez a Skype nick nevünk, föl lehet minket venni, csörögjetek be, ha van kérdésetek, vagy érdekes lenne, hogy ki az, aki ki milyen vírus szívott be az elmúlt időben, mondjuk megkesítette az életét, és mit tanult ebből az egészből, hogyha megosztjátok velünk, az is egyébként tök jó lenne. Illetve be is csöröghettek telefonon a 44-55-349-es telefonszámon. Minden további nélkül. Na, Microsoft, a Windows 10 lesz az utolsó Windows. Így van. Ezt hiszen... Jó, hogy mondjuk mondod is, igen. Hölgyeim és uraim, megtörtént az, ami bár pletyka szintjén már korábban is többször felmerült, de mindeddig nem akart bekövetkezni. Egészen eddig a napokban a Microsoft ugyanis hivatalosan is bejelentette, megerősítette pontosabban, hogy a Windows 10 nyári megjelenésével kvázi lezárul a közismert operációs rendszer családjának eddigi története. A Windows 10 lesz a Windows utolsó kiadása, közölte a cég egyik képviselője, a vállalat a héten megrendezésre került Ignite konferenciáján. Az ominózus kijelentés nem más, mint Jerry Nixon a Microsoft fejlesztői igehirdetőjének szájából hangzott el, aki fenti mondatával egy pillanatra minden bizonnyal komolyan ledöbbentette hallgatóságának tagjait. Szerencsére a Redmondé hittérítő később finomított az elsőre sokkoló bejelentésén, kifejtve, hogy pánikra nincsen semmi ok, és a fenti mondat nem azt jelenti, hogy a Microsoft a Windows 10 kiadását követően köszöni és kivonul az operációs rendszerek piacáról, és mondjuk szőnyegeket kezd árusítani, hanem és mindenki térjen át Linuxra, vagy iOS-re, vagy OSX-re, igen, OSX-re elnézést. Ehelyett a kijelentéssel arra célzott, hogy a Windows 10 az utolsó olyan Windows, ami számos elődjéhez hasonlóan jól elváló és meghatározható külön termékként fog megjelenni. Mit gondolsz? Melyik volt az első Windows, amit te használtál? Az első Windows, amit én használtam? Igen. Hát, már attól függ, honnan nézzük, már használtam már 3.1-es Windows-t is, de az sokkal később, tehát nem azzal kezdtem nyilván. Na, de nem, én Windows 95-öt használtam először, amit ugye már Feri is megmondott, hogyha lenne. Hogyha legyen, tényleg. Viszont ugye a Windows 3.1 meg a 3.11, ami még népszerűbb volt ugye itthon, azok ugye még csak segélyprogramok voltak, hiszen DOS alatt fogott. Viszont a Windows 95, én emlékszem, Windows, sőt, nekem emlékszem, hogy nem volt Windows-s a gépben, csak DOS. Aha.
És akkor jött a Windows is, fú, de hát meg ide húzom az eget, ez történik, az történik. Mert a DOS és Norton Commander, én úgy kezdtem a történetet, és akkor a Windows is néha az ember elindította, passziánc hozni meg stb. Ugye akkor még internet otthon, meg maga az internet még ebben a formában nem is létezett. Hú, de öreg vagyok. De te, de is. Nem, te még nem. És, és melyik Windows volt a legrosszabb Windows szerinted? Szerintem? Vista talán. Vista? Ez át most majdnem mást mondtam, de... Tudom, mire akarsz kiukadni, a Windows 8-ra akarsz kiukadni, nem, igaz? Nem, a Windows Millennium Edition-ra akarok kiukadni. Ja, én azt is használtam. Hát az, azért azt hiszem, hogy a Microsoft is elnézést kér, de a Vista-ért is talán. Hát, egyébként attól függ, hogy a Millenniumot honnan nézzük. Hát, hogyha a kocsi visszapillantott a CD-ti pörgőt, onnan nézve egészen kellemes operációs rendszer volt, de... Az én Pentium 2-es gépemen annó nagyon jól elfutott egyébként a Millennium Edition is. Mi? Egyébként a Windows 10-re visszatérve, egyébként szerinted mennyire új dolog ez, hogy egy operációs rendszer verziói így megszűnnek és egyként fog működni? Hm? Ez ugye arról szól, egész egyszerűen, hogy eddig a Windows-t megvették az emberek. Pár évvel ezelőtt Windows belekerült több tízezer forint, vagy operációs rendszer, ne is a Windows-nál ragadjunk le. És akkor az ember megvette az operációs rendszert, és használta. Most ugye már a különböző alkalmazásokból, meg szolgáltatások havidíjából szeretnék ezt a pénzt beszedni, és ezért gyakorlatilag egyre inkább egy ilyen megfoghatatlan háttérrendszerre akarják az egész operációs rendszer alakítani. Például, hogyha emlékszel arra a hírre, egy pár hete volt, hogy gyakorlatilag aki illegális Windows 10 fog használni, annak is futni igen, fog, igen. Mert hogy stb. Stb. Nyilván nem lesz legális, de azért fog futni, mert ha tud rajta alkalmazást venni, akkor dől a lé. Uh-huh. Tehát itt ugye itt van a kutya elásva. Hát szerintem ez nagyon hasonlít egyébként arra, ami az OSX gyakorlatilag. Ha megnézed az OSX-et, az is egy olyan rendszer, ami gyakorlatilag OSX néven, tehát a 10-es op-rendszer gyakorlatilag évek óta fut, és gyakorlatilag frissítések jönnek ki hozzá, és hogy mondjam, tehát azok a frissítések már egy jó ideje ingyenesek, amiket gyakorlatilag le tudsz tölteni az alkalmazásboltból, és gyakorlatilag szerintem most a Windows-zal a Microsoft pontosan ebbe az irányba fog elmenni. Igen, egyébként megmondom őszintén, én a Windows 7-nél tartok, mert a 8-at én, ahogy az előbb már mondtad, én nagyon nem szeretem. A 8.1-et azt, hogy itt ugye sokat beszéltünk róla, meg használtam is, azzal már nincs bajom, de nem látom még azt, hogy miért kéne nekem arra áttérni. A Windows 10-et azt majd szépen meg, már a Windows 7-ről nem hiszem, hogy lesz váltási lehetőségem olcsóért, majd a Windows 10-et kénytelen leszek megvásárolni. Viszont most ezeket a ilyen build, meg nem tudom milyen pre-technical preview-kat azért nem teszem föl, mert akkor újra be kell költözni. Hát meg tiszta bugos egyébként, tehát igen. Még azért látszik ugye a Wendy-nek a laptopján Win10 technical preview van, és oké, működik, tök jó, meg már látszik, körvonalazódik, hogy mi az irányvonal, de azért még nagyon sok olyan hiba van az op-rendszerben, aminek nem szabadna. Hát igen, még nem egy referencia operációs rendszer, mondhatnánk ezt is, viszont ami mondjuk emlékszem, amikor az első technical preview-t föltette, és így mutatta, hogy rámegy a Google Chrome-ra, és semmi nem történik, majd 5 perc kimentünk levegőzni, visszajöttünk, és bejött a Google Chrome, tehát viszonylag gyors volt. Most egyébként most fogok majd SSD-t vásárolni, és úgy újra kell az operációs rendszer tenni a gépre. Most elgondolkozom, hogy én is kipróbálom ezt a Windows 10-et most így. Mert a Windows 10-et visszarakni, az már a régi. Régi, ja. Viszont hát de figyelj, azért nem sokára jön egyébként a Windows 10, tehát Schatzper kb. Másfél hónap Na jó, de az, amit neked, amit te letölthetsz, meg ahol ők tartanak, az egy két külön történet. Ugye itt van az Edge. Ugye az új böngésző, uh-huh. A korábban Spartan kódnéve keresztelt böngésző, amiről megtudtuk, hogy azért gyors, mert kigyomlálták belőle az összes ActiveX, Microsoft izé minden támogatott, és legyarulták teljes egészében. Ugye az olyan dolgokat szedték ki belőle, de a Google Chrome vagy a Firefox sem támogatott, és így gyorsabb eredményt érnek el a Google-nak a saját tesztjén. De nap itt beszéltem erről, ezek a tesztek, ezek nagyon jók, mert a videokártyáknál is, hogy nekem 9620 pontot értem, nekem meg 9700. Jó, köszi. És jobban jelezed, vagy nem jobban jelezed? Itt megint ez olyan, mint hogy kinek mi éri meg. Igen, hogy... ez az okostelefonoknál is nagyon sokszor szóba kerül, hogy ezek a benchmark eredmények, illetve számok, már sokszor elmondtam, de megint elmondom akkor, hogy szintetikus tesztek, és ezek nem mérvadóak, csak egy irányadó szám arra vonatkozóan, hogy nagyjából hova tartozik a te készüléked, vagy ebben az esetben böngésződ a többi között, de
nem ez fogja meghatározni azt, hogy milyen a te eszközöd, amit használsz, vagy böngésződ. Aztán nekem apám a felnőtt videósat kapta meg, mind a mai napig nem mer videót nézni a Face-en. Két hónapja volt egyszer a gépen, nem tudom, hogy gyógyult meg mindkettő. Igen, egy Windows-okat ír, Zsuzsi, ugye a Facebookon, az ami Facebookon terjedt ilyen vírus, az a gépre nem ment át. Tehát csak a Facebook profilodban garázdálkodott, és az ismerőseid falán garázdálkodott. Ugye, amint a Facebook ezt észreveszi, akkor rögtön kigyomlálja. Ez attól függ, a reakciója azért függ, egy idő után eltűntek ezek a dolgok. Nyugodtan megnyithat videót, édesapukád, csak hát figyeljen arra, hogy ilyenkor... Érdemes egyébként megnézni, ugyanis a videó alatt mindig ott van a linknek a címe, hogy hova irányít téged majd az a link, ami ott, vagy az a videó link, ami ott ki van téve gyakorlatilag, és például azt látod ott, hogy youtube.com, vagy vimeo.com, vagy valami ilyet látsz, akkor nyilván az egy olyan forrás, ami megbízható. De ha valamilyen krikszkrakszokból álló linket látszott, hogy xbtt, nem tudom én micsoda, akkor ne nyisd meg, mert valószínűleg kamu oldalról van szó, ami egy átirányítási körbe dob be, és ott kezdődnek a vírusok. Jó. Akkor most kiosztok egy bant. Na. Mert már valaki nagyon garázdálkodik a Facebookunkon. Igen. Ennyi. Addig akkor mondok egy hírt, mit szólsz hozzá? Mondj egy hírt. Brutálisan erős szuperprocesszor kiadására készül az AMD. AMD. Neked AMD géped van, vagy Intel? Nem, nekem Intel gépen van, és pontosan ezért olvasom be ezt a hírt, hogy mi a véleményed róla. Az AMD egy olyan különleges processzor kifejlesztésén munkálkodik, amelynek teljesítménye sokszorosan meghaladhatja a jelenlegi leggyorsabb lapkáét is. Az egyelőre még név nélküli szuperchip mindezt annak köszönhetően éri majd el, hogy egyetlen lapkán mindjárt több CPU és GPU áramköreit is egyesíti majd, ami kombinált teljesítménye a teraflopsos nagyságrendet is elérheti majd. Véleményed mi erről? Hogy állsz az AMD-vel? Én megmondom őszintén, nekem sose volt AMD gépem. És de nem gyűlölöm, nincs bennem harag, nincsenek érzelmeim egy számítógép iránt. Sokan esküsznek rá, sokan nem. Nyilván a cég nem azért létezik X éve, mert rosszat gyárt. Ugye itt főleg a régen az AMD-t lehet húzni, az Intel-t nem lehet húzni, és akkor meg itt az órajárakkel ment a magizás. Na most már se igaz egyébként. Meg ezek sok-sok évvel ezelőtti beidegződések, azóta megváltozott háromszor a világ. Ez még akkor volt, amikor Pentiumokról beszéltünk, nem i7-esekről, meg i5-ösökről. Úgyhogy... AMD, mert nem is tudom, hogy mi az i7-esnek a megfelelő egyébként. Én sem. Tehát, hogy... Úgyhogy ez a helyzet, meg ez még pont akkor volt, amikor mondjuk terjedik, azért van asztali számítógéped, mert videót vágsz, stb. Ugye régebben mindenkinek asztali gépe volt. Én ritkán vágok videót, amikor amennyit vágogatok, nagyon ritkán, esetleg valami kisebb bejátszást, vagy valamilyen ilyen mobilos videót esetleg összeizélek, hogy összehoz nyaralásról valamit, arra elég a laptop. Tehát az ugye nem professzionális felhasználás. A laptopok világában egyre kevésbé eltűnt szerintem a határ, hogy pontosan milyen hardware van a gépedben. Mert, hát ja, főleg, hogy egyre több olyan laptop jelenik meg, ami már mobil CPU-s, tehát ugyanazokat az ARM processzorokat kapja meg, ugye, mint a gyakorlatilag a mobiltelefonok, illetve táblagépek, hiszen ugye a Windowsból van gyakorlatilag olyan oprendszer, ami kifejezetten ezekre a processzorokra íródott. Igen. Na, van egy Skype-os hívónk, Rádió Lacás. Hello, szia! Hello! Hallunk valamit? Én még nem. Én se. Krisztián nagyon rázza a fejét. Nem, semmi. Ez nem oké. Hát akkor én fölkukkolok a Facebookra, hogy ott mi újság. Akkor kérlek, hívj minket újra. Mert a Skype hangját hallottam, tehát akkor a hiba a te készülékedben volt. Oké. Okay. Na, azt mondja, hogy... Hú, de lassú már a telefonom, pedig újra telepítettem. Képzeld, felraktam egy Nightly build-romot. Ami gyakorlatilag ugye a Nightly azt jelenti, hogy még fejlesztői fázisban lévő, tehát tele van elvileg hibákkal. Én hibákat annyira most nem tapasztalok benne, de hát azért ezzel se lett gyorsabb gyakorlatilag a telefonom, úgyhogy hát lehet, hogy érne már most egy újat venni. Itt van viszont velünk
Sándor. Szia, Sándor! Sziasztok! Hello. Szia. Sándor vagyok. Két témát szeretnék érinteni. Az egyik az előbbi vírusokhoz egy megoldás, amit én használok, és nagyon jó. Igen. Hétvégén lesz egy autóverseny, és a Ferrari oldalán láttok egy feliratot, ez a vírusírtó cég neve. Ennek a weboldalán találtok egy úgynevezett resource kitet. Ha ezt letöltitek egy USB eszközre és bebutoltok róla, akkor elindul egy Linux rendszer, mégpedig nagyon intelligensen, gyakorlatilag mindent lehet csinálni. Na most egy Windowsos rendszerben ugye az Active Directory-ba jó belemászik a vírus, csinál egy-két olyan könyvtárat, amiből bármikor vissza tudja állítani az előző változatot, de hogyha Linux alatt kezdem én gyötörni a Winchesteremet és végigolvasom, akkor azért nagy valószínűséggel a hibát meg fogja találni. Ha meg újra kell a gépet telepíteni, akkor természetesen azért egy jó formázást mindenféleképpen, nem egy gyors formázást, hanem egy alapos formázást megcsinál az ember. Ha netán-tán még arra is ráér, hogy egy mély formázást csináljon, amire van megfelelő program, akkor biztosan azt a vírust ki fogom nyitani. Hát csak egy ötlet. Én, nekem ez mindig bejött. A mélyformázásról csak annyit, hogy igen, ebben igazad van, de azért azt ne felejtsük el, hogy... Nagyon rosszul hallak benneteket. Tessék? Tehát mindegy, azt akartam csak mondani, hogy nem csak pár száz gigás Winchesterek léteznek, meg ugye nem csak SSD-k, hanem Winchesterek gyakorlatilag, és azért egy, mit tudom én, 2-3 terabájtos Winchesternek a teljes formázása, az nem 2 perc. Még ha SATA 3-asról beszélünk is, akkor sem. Tehát, hát neked teljesen igazad van, csak itt a következő a kérdés. Vagy kidobom az egészet és veszek egy másikat, vagy pedig újra telepítem a gépet. Hát most nekem az a véleményem, persze lehet írtogatni így Linux alól vírusokat, de nekem az a véleményem, hogyha egy vírus ennyire belemászott egy operációs rendszerbe, akkor azért már inkább érdemes egy teljes formázást csinálni a Winchesteren, és újrahúzni az egész oprendszer gyakorlatilag, mint sem ilyen összetákolt módszerekkel játszani, mert az sosem lesz tökéletes. Hát erről beszélek. Uh-huh. Akkor egyetértünk. Erről beszélek, de elképzelhető, hogy ugye nagyon sokan úgy vagyunk, hogy olyan programok, olyan előzmények vannak a gépen, aminek már az installáló anyaga nincsen meg. Igen, és? Ezzel... Na most az ember nem szívesen gyötrődik hetekig, amíg visszaállít mindent, ami a gépen volt. Hát, de hogyha van szükség, nagy úr, ugye? Tehát... Igen. De ez csak egy vélemény volt. Igen, de... Ez egy megoldás. Szerintem lépjünk tovább. Persze, de ezért kell észszerűen használni a számítógépet, hogy lehetőleg minél kevesebb vírust kapjunk be, és akkor nem kell ezzel foglalkozni. Hát, na jó, tehát ez egy jó tanács, de valóban abban igazad van, Sándor, és köszönjük a hozzászólásodat, hogy abban az esetben, hogyha az ember már megtörtént a baj, akkor valamit tenni kell. Ez így van. Oké. Rendben, köszönjük szépen, hogy hívtál minket. Várjatok! Igen? Bocsánat, igen, két dolog, igen, a második. Lenne. Elnézést. A szerdai Balázs napon beszélt az Office 2016-ról, illetve a 365-ről, hogy Windows 10 alatt micsoda újdonságok lesznek benne. Na most itt hosszadalmasan elemezte, hogy nem érti teljesen, hogy a logolást azt miért emelik ennyire ki. Hát itt azt hiszem, hogy nem erről van szó. Jó is, hogy itt van a Marci, biztos vagyok benne, hogy mint programozó beállítottságú, illetve mint tegnap említetted, hogy foglalkoztál a felhős kezelésekkel, egy kicsikét ezt helyre tudjuk tenni. A Microsoft már a 2003-as Office-ban is a csoportmunkát azt kitalálta. Hát az egy vicc volt. Minden további nélkül lehet egy csoportmunkát végezni. A következő lépcső az volt, amikor kitalálták a SharePoint szervert, és most én úgy értettem ebből a rövid pár mondatból, nem próbáltam ki, ezért inkább konzultálnám ez ügyben.
én most úgy érzem, hogy az új Office-ban mindenféleképpen össze tudok állítani egy csoportot, és egymás állományait közösen tudjuk kezelni, mondjuk egy Excel táblát. Hát az Excel táblát már minden további nélkül a 2003-ban lehetett, szerver nélkül akár 15 ember rá tudott mászni egy Excel táblára, és ugye... Várjál, 2003-as Office-ban valóban volt a csoportmunka, ami azt könnyítette meg, akkor kezdte el a Microsoft egy a SharePoint szerverrel együtt a verziókezelést. Ugye az azt jelentette, ha Gizike néni, a titkárnő kivette az Excel-t és beleírt, és rámentett, akkor az új verzióként került föl, tehát ha valamit elrontott, akkor a SharePointon vissza lehetett nézni a korábbi verziókat. A közös munka, amivel most kísérletezik a Microsoft, és nem kísérletezik, hanem most használ a Microsoft is, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag két gépen egyszerre írunk az Excel-be vagy a Word-be, akkor mind a kettő aktuálisan real time megtörténik. Ez a 2003-ban még nem volt benne, ez 2010 óta lehetséges Office-okban. A SharePoint-ról én a napomat, hát napi 4-5 órát töltök jelenleg most SharePoint környezetbe, munkám miatt. Nem tudok karika nélküli műsorban beszélni a tapasztalataimról aztán kapcsolatban. Hát, de egyébként ez se egy nagy újdonság, ha egy biztos, hogy az, hogy a 2003-ban is ment, hogy a bevitt változtatásokat vissza lehetett állítani, tehát a logolás az nem időpontra történt, hanem a tranzakciós tételre. Igen, tehát, hogy A bevitt, Isten tudja hány rekordot, B-be bevitt. Nem tudom, hogy hány rekordot vissza lehetett állítani. Én ezt használtam. Mm-hmm. Jó, rendben. Oké, Sándor, köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk, további szép napot. Ami nagyon tetszett, és ez ügyben szintén a vírusokhoz lehetne egy kicsit visszakapcsolni. Újdonságként lehet látni, hogy honnan érkezett a támadás. Ez egy Microsoft új terméke, még nem működik, de állítólag az Office-szal együtt működni fog. Ez nagy, erre én nagyon várok, mégpedig egy térképen megmutatja, hogy most mondjuk San Franciscóból piszkálják az én adataimat. Na jó, de ezt, jó, de ezt egyrészt hagyjuk is, mert valószínűleg az proxikon keresztül hackkel, szóval az, hogy ő neki milyen helyzete látszik, az közel sem biztos, hogy igaz. Tehát lehet, hogy ő egy németországi IP címmel hackkeli a te gépedet, miközben ő, mit tudom én, Amerikában él. Mert ezt egyébként a gyakorlatban használjuk, amikor a Facebook vagy a Google kírja, hogy szia, innen akartak belépni a te accountodra, te voltál az? Igen, nem, erősítsd meg. Sándor, köszönjük szépen, hogy betelefonáltál, szép hétvégét, kellemes péntek estét, tartsd meg jó szokásod, hogy minket nézel, szia! Hogyha bármilyen informatikai problémátok van, lépjetek velünk kapcsolatba bátran, rengeteg csatorna áll rendelkezésetekre, ilyen például a Skype. Így van, illetve pontosan ugyanilyen még a telefon, ami a 4451349, illetve mint hát a Skype még a tv.fix.hu-ig gondoltam ezt. Ja. De hát igen, még nem. Majd legközelebb jobban legközelebb. Megbeszéljük, leírjuk. Csak én már kérdésekre figyelek, mert találtam egy érdekes kérdés. Igen, vannak kérdések. És tehát telefonon is, illetve facebook.com/fixhd, ahol pedig írhatjátok a falra. Például akkor rögtön vágjunk is a közepébe bele, a picit lemaradtunk. Van egy kérdés, hogy... Ne föntről lefele, a János. Meg gondoltam, hogy... Ja, akkor vagy be János. János. Szevasztok, lenne egy gondom. Rendeltem egy használt gépet netről, de mielőtt bármit is mondanátok, van rá garancia, történet. Meghozzam a futárra gépet, kicsomagolom, bedugom és elkezd csípolni, de a végtelenségig semmi rövid, semmi hosszú, mint ha be lenne akadva a hangszórója az alaplapnak. CPU hűtő felpörög maxra, de képet nem ad. Szerintetek mi lehet a baja? Próbáltam már BIOS vezetet, memóriát kivettem, leteszteltem minden 4 foglalatot, videókártya nincs benne, csak alaplapi. Szerintetek visszaküldjem? Fajna műsor. Lesz ma telefonteszt? Utolsó kérdés először, nem lesz ma telefonteszt. Viszont valami teljesen más izgalmas dologgal fogunk készülni a következő hetekben, amit még nem mondok el nektek. Annyit mondok el a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régi törzsnézőinek, akik sok-sok évvel ezelőtt is néztek minket, amikor ezt a műsort még picit másképp hívták, és volt egy másik műsor is, amit Netburgernek, hogy ott voltak olyan dolgok, amiket itt látni fogtok pár hét múlva, de ez egyenlőre maradjon titok, mert még erősen szervezés alatt. Fajna műsor, ezt köszönjük, és akkor térjünk rá a szakmai problémára. Szerintem küld vissza. Hát ne hallod, hogy rendelsz valamit a neten, kihoz, nem új, kihozzák, és csak a baja van vele. Tehát várjás, hosszan sípol. Olyankor sípol, mikor sípol hosszan egy gép. Proci? Hát
Valahogy mindig rátenyeresz, nem, de... Ugye azt sem felejtsük el egyébként, hogy amikor ilyen használt számítógépeket rendelünk, akkor általában ugye ezeket a gépeket a cégek nagy mennyiségben szerzik be. Mondjuk cégek, különböző külföldi cégek leselejteznek céges számítógépeket, és azokat nagy mennyiségben tudják kiárusítani. Nem lehetetlen, hogy az egyik ilyen gép, amit most eladtak, hiszen több száz ilyen gépet kaptak ők valószínűleg, az egyiknek van valami gyári hibája, vagy hát így nem a gyári hibája, de hogy így hibája. Én nekem processzorra gyanakodnék. Hát, mert egy hosszú síp, az szerint én processzorra gyanakodnék. Figyelj, Garis, küld vissza. Csak most gondolj bele abban, hogy nagyon ezen megcsinálod, vagy több idő ezt kitalálni, meg kiszenvedni, hogy mi ez. Inkább küld vissza. De hosszan sípol a végtelenség is, semmi rövid, semmi hosszú. Hát az pedig olyan kó van, hogyha valami videokártya, az rendben van. A BIOS-ig el se jutsz, átnézted minden csatlakozást, átnézted minden hardvert, amit megtehettél, képet nem ad. Itt mondod, hogy videokártya nincs benne, csak alaplapi, hát még esetleg az lehet. Azt biztos próbáltad talán, hogy egy BIOS, írtad, hogy BIOS-ezet volt? Igen, írtam, igen, hogy próbáltad már BIOS-ezetet. Memóriát kivetted, letesztelted minden egy fordulatot. Hát, ezt így sajnos ennél többet nem tudok mondani. Még táp is lehet esetleg. Igen. Gyakorlatilag minden lehet, hát az a baj. Én a helyedben egyébként visszaküldeném, hogyha Garis, mert meg a másik, hogy ma kaptad meg, ugye a vásárlástól számított, tettél pár napon belül még van erre lehetőséged. Ráadásul, szóval, ha interneten rendelted, akkor nem 3 nap, hanem 14 nap. Igen, bár a használtak, nem tudom mi a szabály, de ott is van valami. Igen. Jó, a követ... Elnézést, emlegetnek a nézők, köszi. Szóval, következő. Van ilyen. Nekünk egy ilyen kérdésünk Márktól, hogy sziasztok, nekem a memória RAM időzítéssel lenne problémám. El tudnátok magyarázni nekem, hogyan működik, mert nem vagyok vele tisztában, késletetés, stb. Nekem DDR3-as memóriám van, amely 1866 MHz-es, de csak 1333 MHz-en működik. Köszi. Hát először is a késletetés meg a frekvencia az nem ugyanaz, ezt ne keverjük össze. A frekvencia az, hogy nem működik 1866 MHz-en, csak 1333 MHz-en, az két dologtól is függ. Egyrészt az alaplaptól, hogy az alaplapot támogatja-e az 1866 MHz-es memória modulokat, illetve függ a processzortól is, hogy a processzor meddig tudja ezeket kezelni, de ha jól tudom, akkor az alaplap az ezt felül tudja bírálni. Jól tudod. Jól tudja. Igen. Oké. Esküszöm, de örülök, hogy laptoppal dolgozom. De tényleg egyébként régen mennyi volt nekem is a szenvedés, emlékszem, amikor, sőt, amikor még sok-sok évvel ezelőtt még ezek ilyen, nem is tudom, ilyen 486-osok, meg P100-as, meg P100-as, vagy mi az 586-os, ami P75-ös, és akkor az ember menőségből P75-ösnek hívta, és azokban, amikor ezeket kezdtem így szerelgetni, nem tudom, és hú, mennyi galibát okoztam magamnak, és amikor az Istennek nem tudom, hogy jövök rá, meg nem tudom, meg a Winchester rosszul, úgyhogy bedugtam el, majd becsavarozom, aztán hozzáért a izéhez, és akkor elhett a csomó emlék, ez drága tanuló pénz volt. Én pont most jártam úgy, hogy kaptam egyik ismerősömtől, egyébként Füle Zoltántól, aki ugye népszerű műsorvezetőnk, igen, itt a Fix TV-n, kaptam egy Winchestert, ami ide csatlakozós, tehát még nem SATA, illetve SATA 2, SATA 3, hanem még ide csatlakozós, és hát egyrészt Windows 8 alatt, mert ugye én azt használok, nem is látom már a file rendszert, ami rajta van, csak RAW-ként, tehát ugye nincs gyakorlatilag file rendszer. Elvileg archív anyagok vannak rajta. De nem úgy, hanem ilyen file rendszer. Semmi, RAW-nak látja a Windows 8, hogy most az XP minek látja, azt még nem tudom, mert XP nincs a gépem. Hát csak kéne egy FAT32-es. Hát gondolom arra van, mert egy 64 nem akár egy Windows, egy FTS nem lát egy ízért. Hát ezek szerint nem, mert most így nem tudtam vele mit csinálni, és tök mindegy, mert ugye ott még jumperelni kell azt a Winchestert, hogy master, slave, stb. És tök mindegy, hova rakod a jumper gyakorlatilag igazából le se tolja. Tehát... Zsuzsi, valamikor feltörtek, mert fórumoztam, ugye mindig egy küldött a nevemben, és rájöttem,
regisztráltam újra, a fazon újra feltört egy éven belül, de ez a feltörtek, ezt sosem értettem. Általában a feltörés, most úgy ne feltörnöd magadra, ez a feltörték a Facebookot. Na most az azt jelenti, hogy 10-ből 9-szer, hogy valahol óvatlanul ott hagytam a jelszavamat beregisztrálva, olyan jelszót adtam meg, amit mindenki kitalál. Ez a feltörés, az amikor igen. Tehát olyan, mint amit a filmekben látsz, hogy így feltörik, és akkor így mennek a zöld mátrixok, meg ilyenek. Ilyen nincsen. Ez nem létezik. Karkal című régi Travolta, vagy régi Travolta. Igen. Tehát ilyen nem létezik. Egy Facebookot így nem lehet föltörni. Vagy legalábbis, aki már valószínűleg ilyen szinten otthon van az informatikában, és fel tudna törni egy ilyen méretű hálózatot és egy ilyen rendszert, az meg már marhára nem foglalkozik ilyen pitiáner dolgokkal, mert valószínűleg a saját munkájával, mondjuk etikus hackerként százszor annyit keres, hogy nem érdeke neki az, hogy feltörjön egy ilyen hálózatot. Szóval ez valószínűleg vírus, vagy valahova tényleg, ahogy a Marci is mondta, olyan helyre kattintottál, ahova nem kellett volna. Zsolti tippelget, hogy hardware test vagy tuning lesz, nem jársz messze az igazságtól, de nem biztos egyébként a történet, valami picit egészen más tuninghoz hasonlít. Na, itt van velünk Dani. Szia, Dani! Sziasztok! Szia. A Balázsnak az idésfinyós történetéhez én csak annyit szólnak hozzá, hogy nem fájrendszerre van probléma, hogy raknak látod. Igazából az egy olyan probléma, hogy valószínűleg az eltávolításkor vagy csatlakoztatáskor csúszott össze partíciós tábla. Hogyha Windows-ba a partíciós táblát, tehát hibafelismerést lefuttatod a vinyón, akkor valószínűleg vissza fogja állítani a partíciós táblát, és élni fog az izé meghajtó. Teljesen mindegy, NTFS vagy FAT. Hát én próbálkoztam ilyesmivel, illetve a Windowsnak ugye van egy kezelés, egy lemezkezelés funkciója. Ott is nagyon sok mindennel próbálkoztam egyelőre, elég kevés sikerrel. De hát majd akkor még próbálkozom, mert ez nem egy hülye ötlet valóban. Úgyhogy köszi, hogy ezt így mondtad. Mert én nagyon sokszor voltam, mint hogy itthon pakolgattam a vinyókat jobbra-balra, és hetekkel, hónapokkal később belevettem, és akkor összedugtam a gépre, és nálam is ilyen probléma volt, hogy nem látom aktív meghajtóként. Először mindig arra gondoltam, hogy le kéne formázni, rendbe rakni, azt rájöttem, hogy javítani kell partíciós táblát, és utána, hogyha gond van, akkor esetleg formázni, de nem is kell utána formázni, mert a javítás visszahozta partíciós táblát mindig rendbe. Jól van, köszi, akkor ezt majd megpróbálom, ez egy jó ötlet. Jó, és ha legközelebb esetleg lenne egy telefonteszt, igazából én arra lennék kíváncsi, hogy egy iPhone 4-est, és hát kettőt egy 6-ossal és egy 8-3-as iOS verzióval, hogy be tudnátok esetleg mutatni a Laci segítségével? Hát ugye ez nem rajtunk múlik, de... De notiz, tehát amennyivel lesz lehetőség, akkor bemutatjuk. Így van. Úgyhogy... De általában itt azért viszonylag benne van szabva a kezem, de még egyszer, mit szeretnél látni, nem pontosan hallottam. Hát az iPhone 4-es, mind a két készülék az lenne, és a 6-os iOS lenne rajta, a másikon meg egy 8.3-as. Hogy mi a különbség az iOS-nak a sebessége között, mert a két telefon az egyforma lenne, csak a szoftver rajta. Értjük. Tehát igazán értjük. Akkor egy szoftver tesztet. Hát igen, de gyakorlatilag kvázi láthatatlanban meg lehet azt mondani már, hogy azért az iOS 6-tal valószínűleg jobban, gördülékenyebben fog futni egy régebbi eszköz, mint az újabb operációs rendszerre, hiszen abban gondolj bele, hogy az újabb operációs rendszert azért az újabb készülékekhez optimalizálják a legjobban. De hiszem, ha látom egyébként azért ezt. De nem tudom, nem vagyok, nem van tapasztalatom, úgyhogy nem tudok mit mondani, de igyekszünk ilyesmiket is akkor hozni. Köszönjük a javaslatot. Mert igazából nekem, amikor először megvettem ezt a készüléket, nekem 7-es volt rajta, és sajnos voltam olyan hülye, hogy lefrissítettem 8-3-ig, és most már visszalépni nem tudok. Sajnos, pedig én nagyon szeretném egy 6-os, mert igazából a 6-osnak a kinézetet fogott meg. Nagyon azért vettem ezt az almás készüléket meg. Uh-huh. Jó, hát hogyha lesz lehetőség, akkor természetesen ebbe az irányba is elmegyünk majd. Igen. Köszönjük szépen, Dani, hogy hívtál minket. Én köszönöm. További jó mosort. Köszi. Hello. Na, tv.fixhd, hogyha úgy, mint Dani, szeretnétek ti is bekapcsolódni a műsorba hozzánk, vagy pedig 06144-51-349, illetve facebook.com/fixhd, ott lehet lájkolni.
illetve hozzászólni a témáinkhoz. Jó, aztán rá is nézek egyébként, igen, a Facebookra most egyenlően nem frissült a dolog. Te milyen felhőbe tárolod az adataidat? Hát pont ez egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis pont a Wendyvel múlt héten egyik nap pont erről beszélgettünk, hogy ő például használja azt a funkciót, hogy felhőbe feltölti a fényképeket automatikusan a telefonja, és így gyakorlatilag nincs gondja azzal, amikor például újra telepíti a telefonját, mert mindent a felhőből visszapakolnak egy telóra, ugye amikor újra húzta. Na most az a helyzet, hogy én nem szeretem, vagy hát nem tudom igazából, mert majd én eldöntöm kvázi, hogy mi az, amit fel szeretnék tölteni a felhőbe, vagy mi az, amit nem. Mert nyilván vannak olyan dolgok, amik vagy feleslegesek, vagy nem szeretném feltölteni őket felhőbe. De miért nem? Hát ugye ez egy zárt dolog, tehát nem publikusan ja, persze, rögtön meg ki a... Ja persze, én tisztán vagyok ezzel, nem is erről szombati, van szó, csak... szombati bulinak a képei. Én tök szeretem egyébként, hogy a Google Drive-ra és a Google-be feltölti a képek közé a képeket, uh-huh. Ki feltöltve, és akkor ott meg szoktam nyitni, és akkor úgy törölgetem azt, hogy nem sikerülteket meg, amire nincs szükségem, de viszont mennyivel jobb az, hogy ezek mind megvannak valahol. Tehát nem használtak hát a felhő szolgáltatást. Hát Drive-ot, ha Google Drive-ot használok, hogyha akkor kíváncsi. Illetve hát a felhő szolgáltatást nem használok, ez kicsit túlzás, mert be van állítva a telefonom, hogy bár a képeket és a videókat nem szinkronizálja ugye a felhőbe a telóm, azért az applikációknak a listáját, illetve a névjegyeimet, tehát telefonszámokat, SMS-eket, ezeket igen. Tehát, hogyha újra telepítem a telefonomat, akkor gyakorlatilag ezeket visszakapom az alkalmazásaimat, a telefonszámaimat, SMS-eimet, illetve ezeket a dolgokat. A többi meg úgyis valószínűleg vagy memóriakártyám van, vagy ami pedig a belső memóriámon van, azt meg majd én kiválogatom, mielőtt újra teszem a telómat. Igen, bár ugye egyébként tudjuk, hogy a felhő sem a legbiztonságosabb, mert ugye valakinek feltölték a felhőt valamelyik celebnek, és kerültek a Igen. Tőgyes képei az internetre. Zsuzsi, látod, ezért nem. Zsuzsi, de meglátjuk, hogy ne tiltsuk. Meglátják a tőgyeimet. Vigyázz, ez a műsor besorolása, ez nem a tudom, melyik valóság. Nem a gumiszoba. Zsuzsi, így van. Zsuzsi, nem fogunk kitiltani, mert te értem, hogy a műsorvágó kérdéseket teszel fel, akit kitiltottunk, az megérdemelte. Na, mit kell csinálni, ha valaki nevével kamu regisztrálnak? Ez 2003-ban derült ki Lisszabonban. Tette Zsuzsi a nickem, és valaki kamu regisztrált. Ilyenkor mi a teendő? Na most, hát ez egy nagyon... Most itt Instagramról beszélünk, ugye? Azt azért ne felejtsük el. Mert itt írja utána. Ja, és ez mindezt az Instagramról. Teljesen mindegy, hogy hol egyébként. Mi a kamu regisztráció? Mert az, mert hasonlít a nick neve a tiédre, amit te szerettél volna használni, esetleg az nem kamu regisztráció. A kamu regisztráció az, amikor mondjuk a név is hasonló, a te képed, de az én fényképemmel is regisztráltak már. Vagy mondjuk vagy a név nem is biztos, hogy hasonló, de a te fényképeiddel regisztrálnak. Igen, az kamu regisztráció. Olyan adatot, vagy olyan adatot, az adat itt most a fénykép is lehet, ami teljesen személyes és rád vonatkozik, azt felhasználja, te engedélyed nélkül. Engem regisztráltak fel az én fényképemmel társkereső oldalra. Ez jó, és találtak neked pár? Hát ez az, hogy nem. Úgyhogy ilyen, tehát ez, de ha viszont az történik, tehát tényleg a te neveddel élnek vissza, ilyenkor az adott oldalon is Instagramon biztos lehet bejelentést tenni, Facebookon is lehet. Így van. És gyakorlatilag ott meg fognak kérni, hogy azonosítsd magad. Így van. Ez lehet az, hogy a személyi igazolmányodat, vagy valamilyen fényképes igazolványt szkennelj be és küldj nekik, hogy tényleg te vagy az, hogy bizonyos, hogy te vagy. Nyilván itt egy hivatalos cégnek küldött, tehát ők nem élnek vissza, vagy ők is visszaélnek. Hát, akkor nem kell használni a szolgáltatást. Már csináltam egyszer ilyet egyébként. És ezt tudod tenni. Úgyhogy jelenteni kell őket. Ha pedig esetleg valamilyen kárt okoz, ez már a keményebb része, bár az Instagramnál nem, akkor feljelentést kell tenni, ez már a jogi része. Mások azért, mert mit tudom, a nevedbe valami olyan ígéretet meg olyat tetsz, amiből neked később bajod lehet. Akkor ez is megvan, de elsőkorban a szolgáltatónál és az Instagram azért egy komoly cég, lehet náluk ezt biztosan jelezni. Úgyhogy ezt kell tenni. És egyébként, hogyha ez nem a mindenki másnak, meg más témakörben, hát a Facebookon, meg mit tudom én, hol történik, akkor ott is ezt meg kell tenni. Hogy? Valamit elkezdtél mondani. Ja igen, hát Facebookon volt egy olyan szituáció, hogy egyik ismerősömnek így gyakorlatilag megtudták valahogy a jelszavát a Facebookjához, és megváltoztatták, és nem fért hozzá a Facebook fiókjához, és meg kellett azt csinálni, hogy úgy kellett magát azonosítani, hogy a Facebookban gyakorlatilag amikor nem tudott bejelentkezni, akkor megadta a saját e-mail címét, ami a Facebookban is meg volt adva,
és az e-mailben gyakorlatilag miután visszaválaszolt a Facebook, el kellett küldeni ilyen lefotózó vagy beszkennelve a személyigazolványát gyakorlatilag, amivel igazolni tudta, hogy ő valójában ő, és hogy az az ő Facebook fiókja, és gyakorlatilag utána vissza is kapta a hatalmat a Facebookja felett. Igen, és akkor itt, hogyha már felhő, Zsolti kérdezi tőlünk, Zsolti egyébként nagyon-nagyon régi nézőnk, hogy SMS-eket hogyan lehet felhőbe szinkronizálni. Androidon van egy ilyen program, hogy SMS Archive, azt hiszem a neve. Sőt, van egy jobb is, amit ami gyakorlatilag a Gmailben, ahhoz, hogy beérkezett, elküldött, mit tudom én, piszkozat, stb. Oda csinál egy SMS, és oda gyakorlatilag az SMS-eket fölmentegeti időnként. Mutatok egy ilyet. Használ még valaki SMS-t? Itt van egy ilyen progi, az a neve, hogy Super Backup, és itt van egy SMS. És hova? Látod? Felhőbe. De hova? Hát megadhatod melyik neki felhőbe? A Gmail-edet. Cloud 9-ba? Nem, megadhatod neki mondjuk a Gmail-edet, és akkor oda. Aha, akkor SMS backup. Van egy másik, ami ugye Gmail-be belepakolja oda a beérkezett üzenetek mellé gyakorlatilag a dolgot, az is egészen jó. Úgyhogy így tud az SMS-eket szinkronizálni. Te használsz SMS-t? Őszintén? Én lottózásra szoktam használni. A lottóra, a parkolóautomatán és a bankkal való kommunikáción kívül valamit. Magánkommunikációban használsz még SMS-t? Nagyon ritkán, amikor esetleg édesanyámnak kell küldeni egy üzenetet. Ja, tényleg szülőkkel. Igen, tehát esetleg. Igen. De, úgyhogy, de érdekes, mert én például pont az SMS, ugye mi az SMS? Vannak a Viberek, a WhatsApp, meg ezek az azonnali üzenetküldő szolgáltatások, és ugye ezeknek a rendelkezésre állása, meg a megbízhatósága azért az SMS mögött jóval elmarad. Tehát például ugye most már van ez a machine-to-machine, M2M kommunikáció, amik ugye két SIM-kártya kommunikál gyakorlatilag. Ilyen például az Nagy-Britanniában már azt tervezik, hogy a kocsiba tesznek SIM-kártyát, és nézi, hogy vezet, és a biztosító ez alapján állítja meg a díjat, nem hogy te a kalkusznál beklikkelheted. Na most ugye az SMS ezért egy sokkal megbízható dolog. Például a segélykérés az SMS még mindig alkalmasabb, mint egy ilyen Viber üzenet. És én pont gondolkoztam, hogy mi szólnék az SMS-re, mert akkor a csomagomban korlátlan SMS-ezés lesz lehetővé, de azt meg úgy zárunk, hogy rohagunk egy SMS-t, és visszajön Viberem, mert ő meg nem abban a csomagban van, és nem akar 30-20-40 forintot költeni SMS-enként, tehát itt a történet. De például a szolgáltatók helyében gyakorlatilag mindenkinek, mit tudom én, 300 forintért, korlátlan SMS-t adnék. Hát nem tudom, nekem mert is visszahoznák, visszahoznád az SMS-t a közszudatba, mert gyakorlatilag a Viber meg a WhatsApp az akkor kezdett el elterjedni, hogy az SMS-t kikerüljük. Nekem is úgy van egyébként, bár én nem olyan magas díjcsomagban vagyok szerintem, mint te. Sokkal alacsonyabb középkategóriás díjcsomagban vagyok, mint a Marci. De nekem is úgy van gyakorlatilag, hogy azt hiszem hálózaton kívül 10 ingyenes SMS-en van, hálózaton belül pedig 50. Tehát, hogy én is tudok úgy SMS-t küldeni, hogy gyakorlatilag nem kerül egy fillérembe se. Tehát egyébként valamilyen szinte, ezt azért mondtam el, mert arra akartam asszociálni, hogy már egy középkategóriás díjcsomagban is gyakorlatilag ez benne van. Igen, tehát gyakorlatilag igen. Vagyis választható ingyenes opció, legalábbis az én szolgáltatóm. Oké, Laci, örülök, hogy csatálsz, nem csatálunk a Skype-on, hív vagy. Ha kérdésed van, nagyon szívesen hangban válaszolunk, de a csatálés az úgy maradék több millió nézőnket annyira nem kötné le. Na, gyorsan rá is kukkantok a Facebook falunkra, hogy arrafele mi a helyzet, milyen kérdésekkel, milyen hozzászólásokkal, ja, még mindig a Zsolti az utolsó. facebook.com/fixhd, tv.fixhd pedig a Skype-nikünk. Lehet velünk kommunikálni facebook.com/fixmarci, ez az én Facebook oldalam, te is mondod a tiédet, a szép rövidet. Az enyém pedig facebook.com/edenb.hungary, tehát adambetoth.hungary. Egy marketing és a civilhez kapta, hogyha ilyen hosszú. Meg a Marci is mindjárt. Hogyha ilyen hosszú nevet választanak ki, amit meg kéne jegyezni, mert én már nem emlékszem, pedig most mondod el. Na, van még valami hír a tarsolyodban? Vannak, pont azokat nézegetem, csak igazából nem tudom, hogy... Valami cukit. Mi lenne, ami... Cukit? Na figyelj, olyan cuki hírt mondok neked, nézd csak. Azt mondja, hogy hát ez nem feltétlen informatikai, de mindenképpen hírek. Vagy hát technológiához nagyban kapcsolódik, hogy grafénnal megerősített hálót szőttek a pókok. Tudod-e, mi az a grafén? Hát gondolom a grafithoz van köze. Aha.
Ennyi most ugye a saját kút fejemből ki. A Trentói Egyetem kutatói olyan póksejmet hoztak létre, amely szén nanocsövekkel, illetve grafinnel van megerősítve. Ehhez semmi más nem kellett tenniük, mint víz és nanocső, vagy 200-300 nanométeres grafén darabkák keverékével lespriccelni a pókokat, amelyek aztán beleszőtték az anyagot a háló anyagába. A legerősebb mesterséges materiák közé tartozó grafén és a legerősebb természetes anyagok közé sorolt póksejem ötvözéséből pedig egészen különleges végeredmény született. Nicola Pugno és kollégái 5 álkaszás pókot permeteztek le a grafénos oldattal, 10 állatot pedig szén nanocsövek és víz keverékével spricceltek le, amelyek szintén beleépültek a póksejem anyagába. A végeredmény persze közel sem mutatkozott egységesnek, akadtak olyan pókok, amelyek kifejezetten rossz minőségű sejmet termeltek ki a permetezés után, de voltak olyanok is, amelyek különösen erős, hálóalapanyagot hoztak létre a rendelkezésre álló anyagból. A legerősebb szálakat nanocsövekkel lespriccelt pókok hozták létre, ezek 3,5-ször tartósabbnak és erősebbnek bizonyultak, mint a legerősebb természetes póksejem, vagyis a Darwin kérekpókok sejmének szálai. És ugye a grafénról azt kell tudni, hogy volt erről egy cikk még egy évvel ezelőtt durván, hogy meg lehet azt csinálni vele, vagy hát elméletben meg lehet vele ugye csinálni, mert erre tényleges gyakorlat még nincsen, de hogy egy gyakorlatilag egy nanométeres grafén lapra, ha ráteszel, ráállítasz hegyével egy ceruzát, az egy elefántnak a súlyát elbírja. Olyan erős anyag a grafén. De a ceruza összetörik. Hát a ceruza összetörik, de hogy... Keresünk egy elefántot, egy ceruzát, rotringot, sima ceruzát, jó, egy ceruzát, és akkor egy ilyen grafénlapot. Amit hova teszel le, igen. Micsoda? Amit hova teszel le, mert az asztalra nem teheted, mert az nem bír el egy elefántot. Jó, akkor hozunk két elefánt, három elefánt kell, mert két elefánt hátára teszünk a grafénlapot, meg két elefánt csak ebből egy harmadik elefántot. És akkor egy varázsceruzát. Volt egy ilyen rajzszín, hogy varázsceruzát Albánit rajzolt. És akkor arra a ceruzára ráteszünk egy másik elefántot, de várjál, hogy marad az elefánt egy helybe? Nem írd meg. Elefánt nem fél. Marcinak köszönjük az informatikai segítségét. Elefánt nem fél a grafénttől. Tehát meg kell nézni, hogy az elefánt nem allergiás a grafénre. Igen, meg azt is, hogy egyáltalán nem fújja el a grafént a szél. Mert hát ha elbír egy elefántot, akkor az hogy fújja el a szél? Nem tudom. Jó, tehát szélcsendben szerzünk három elefántot, egy grafén ceruza. Gyártunk grafénből egy ceruzát. Egyre jobb ötleteid vannak. Igen, ezért fizetnek. Na! Na mindegy, ez csak érdekességként olvastam. Köszönjük szépen. Gondoltam, hogy jó, vicces téma lenne, és hát ahogy láttam egyébként, én azt gondolom, az is született belőle. Jaj, érkezik, tessék! Mit találtál, Marci? Mi ez a... Érkezik a grafén villanykörte. Angliában már az idén megjelent a boltokban egy villanykörte, ami a nagy ígéreteket hordozó szuper erősségű szénből, a grafénből készül. Elsőként hozza be a kereskedelembe a Nobel-díjjal is jutalmazott anyagot. És ez miért jó? A grafén az egy nagyon sok dologra használható anyag. Ha jól tudom, akkor akkumulátorokhoz is kísérleteznek vele, hogy használják, hogy ezzel is növeljék az üzemidejét. Na itt van. A grafén 2004-es felfedezése Andy Geim és Konstantin Novoselov a Manchester Egyetem két orosz születési tudósának nevéhez fűződik, így fizikai Nobel-díjat és lovagi címet kaptak munkájuk elismeréseképpen. Az elképesztően vékony grafén réteg erősebb az acélnál, és a benne rejlő lehetőségek miatt csodaanyagként emlegetik. A brit kormány 38 millió fontot fektetett be az egyetemen létrehozott, a hónapban megnyitott Nemzeti Grafén Intézetben, a Mérnök és Fizika Tudományos Kutatási Tanácson keresztül, valamint további 23 milliót kaptak az Európai Uniótól. Jó, de mire jó a grafén? Mindenre. Csodaanyag. Most nem tudtuk meg. De várjál, és itt van elefánt az a Manchester? Nem, nincsen az elefánt. Hát akkor elefántokat is hagyjuk. Hát te hoztad be, hogy egy elefánt meg egy ceruza. Mert én egy ilyen cikket olvastam róla, de
ez is benne azt volt. Hallottatok, hogy az új Android ma Muffin neven fog kijönni? Tehát beszéltünk az új Android nevekről. Az úgy, hogy meg fog jelenni, hogy mi lesz a neve, az még titok. És ugye 5.1, vagy mi lesz? 6.0? Most nem tudom, hogy hatanak most már. De nem ez a baj. Az a baj, még az előző verzió sincs, hogy a kutyának a telefonján sem. Csak a legújabb készülék, hát vagy akinek referencia ja, készüléke igen, van. Vennének referencia készüléke van. Hú, remélem nem néz most minket. Na. Referencia. Te is elkezded? Hú, a világból ki lehet kergetni. Nem. De. Igen, tehát az Android az a baj, hogy tök jó új verziók jönnek ki, de hát erre a telefonra nem megy föl, arra nem megy föl, ugye az egyik részére azért nem megy föl, mert már régi telefon, és tényleg nem jut el azt a customer experience, azt a felhasználó élményt, amit kéne, viszont a másik része meg azért nem megy föl, mert vegyél újat. Hát így van. És igen. Akkor vegyél, és pörögessük, stb. Tehát... Például az enyém az pont abba a kategóriába tartozik az én telefonom, amire már mind a kettő indok, igaz? Régi is, meg már vegyél inkább újat címszó alatt. Igen. Így gondolkodik a gyártó. Hát vegyél újat, ki lehet még. Ja, nem. Vasárnap nem fogsz tudni venni. Ja, tényleg, mert vasárnap zárva van. Vasárnap a mobiltelefonboltok is zárva vannak. Igen, aztán itt Tesla forradalmasítja, igen, Dani, köszönjük szépen, nem akarunk az informatikáról ennyire eltérni, de a Tesla valóban itt különböző új napenergia, tehát cikket én is olvastam. Hát meg ugye a Tesla most, tehát hogy pont az Apple és a Teslának a versenyéről is volt most egy cikk mostanában. Micsoda, ezt nem is olvastam. Az, hogy a Tesláról volt, ez volt a cikk címe, én emlékszem rá, hogy a Tesla tártkarokkal várja az Apple-t az autópiacon, mert ugye az Apple is beszáll majd nem sokára az autópiacra, a saját autót tervez, ha jól tudom. És mi majd nem lehet leszerelni a kerekét, mert csak új, ha erről, amikor új autót adnak, nem, ha kiukad a kereke, akkor új autót adnak, nem lehet kicserélni, ugye? Ilyen lesz, és fehér. Meg benzint se lehet beletölteni, mert benzint csak saját, zárva van. Csak saját benzint, majd az Apple gyárt meg. Apple, alma benzin. Almaborral fog menni az Apple dolga. Azt hiszem, itt a műsor utolsó részét nem annyira kell komolyan vennetek, de hát ez így pénteken ilyen nagy nyári melegbe valahol bele is fér a dolgokba. Viszont a Teslára visszatérve, hogy egy nagyon, nagyon hatalmas nagy lítium-ion aksit csináltak, ami ugye a napenergiából az a probléma, hogy a napenergiát nem tudjuk hol tárolni. Uh-huh. Tehát, hogy ugye föl kell azonnal használni. Egyes országban ezt úgy oldják meg, hogy a hálózatra vannak kötve, és a felesleget tőled megveszi az szolgáltató, és akkor a többi ember megkapja. Ugye erre mondta azt a nagyon okos egyik államtitkárunk, hogy hát Magyarországon azért kell atom, és nem szél, meg naperőmű, mert éjszaka nem süt a nap, meg nem fúj a szél. Ezután is gratulálnánk innen. Egyébként meg vannak most már olyan napelem tervek, amik gyakorlatilag azt vesézik, hogy az autópályáknak az út felületét gyakorlatilag ilyen üvegborítású napelemekkel pakolnák teli, tehát abból lenne maga az autópálya, és azért gondoljunk bele, hogy mekkora nagyméretű egy autópálya, milyen hosszú, és azért egy akkora napelem már azért egy várost el tud látni elég energiával. Én teljes egészében a megújuló és környezetszennyezés mentes energiának a pártján állok, tehát napenergia, szélenergia, stb. Szerintem az emberiségnek ez a jövő, és ezzel kéne foglalkoznunk, ahelyett, hogy egymást írtjuk. Most itt gondolok a világ különböző borzasztó helyre, ahol azért nagyon-nagyon csúnya dolgok történnek, de akár a mi részünkről is itt azon vitatkozni, hogy itt atomenergia 2015-ben, nem tudom. És gondoljatok bele, most az informatikával összekötve, ugye nyilván ez számítógépek vezérlés. És számítógép hibás esetén mi történik? Hát így van. Úgyhogy... Hát sok ezer halott. Igen. Úgyhogy... Visszakukkolok a Facebook oldalunkra. Kukkolj vissza, én ránézek, hogy itt minden rendben van a Skype-on, minden rendben van, csak várjuk a hívásaitokat. Még van kemény 8 percetek arra, hogy grafén segítségével felgyorsítható a DNS szekvenálás. Azt gondolom, szekventálás talán. Aztán Dávid, sziasztok srácok, jók vagytok, de ennyire nincs informatikai hír, hogy ilyen informatikától eltérő hírekről beszéljetek. Hát egyébként... De van, olvashatunk. Ezek is érdekesek. Igen, ezek is érdekesek, de van, most olvashatunk. Én megmondom őszintén, igen, tessék, új továbbfejlesztett chill lehet az iOS 9 azt nagy ugyanás. Te használsz, olyan beszélsz a telefonodhoz? Igen, szoktam, de csak akkor, ha otthon vagyok, ezt mondtam is szerdán, mert nem szeretem, hogyha... Tehát azért nem szeretném úgy beszélni a telómhoz a villamoson, 4-6-os villamoson, hogy
hogy oké, okay, Google, és akkor mindenki engem néz, hogy én mit mondok a telefonon. Ez picit olyan, mint a... Knight Rider. Hát, hogy így lehet visszaokni rögtön az informatikát, igen. Ez picit olyan, mint amikor bejöttek a Bluetooth a headsetek, a mobiltelefon, meg a Bluetooth headset, és akkor mindenki ment a közérbe, vagy valahol, és tudod valaki magába beszélt, és közben csak egy headsetbe beszélt. Meg semmi. A kocsiban, amikor megjelentek az első kihangosítók, és így magába beszélt valaki az autóba, amikor még ez nagy dolognak számított, és mindenki hülyének nézte, hogy ez kihez beszél. Bár mondjuk kit érdekel más emberek véleménye. Egyébként képzeld el, Fatoron most vett új kocsit, és abban már egy kihangosítós sztori van. Aha. Ugye két lehet vagy Bluetooth-on, vagy pedig ugye SIM-kártyát is tudsz tenni a kocsiba. Az már nem rossz. Ez már nem rossz. Ugye régen azt voltam, most már Bluetooth megoldja, régen az a megoldás volt, hogy betettél egy SIM-kártyát a kocsiba, amit a szolgáltató ugyanahoz rendelt, és amikor gyújtást adtál rá, akkor az átvette, az volt a fő kártya gyakorlatilag. Ez jó plusz havidíjér, ugye el lehetett sóznia. Hát ez a fedélzeti telefon gyakorlatilag. Igen, de a Bluetooth-os is tök jól működik. Én azt hittem, hogy az nem fog olyan gagyi lesz, vagy nem tudom, de teljesen jól egyébként meg van csinálva. De már nem nézik hülyének egyébként, azért manapság ezzel már túl vagyunk. Hát ma már nem. Viszont visszatérve erre, bár egykor az Apple honosította meg a használható szintű, nem kizárólag előre rögzített kulcsszavakon alapuló hangvezérlést a Siri személyében a mobileszközökön, már az almás hangos asszisztens komolyan lemaradt a konkurenciához képest. Cupertinoi vállalat ezért állítólag azt tervezi, hogy az iOS következő 9-es verziójában egy új, jelentős mértékben továbbfejlesztett Siri változatot mutat majd be. Legalábbis ezt állítja a 9to5 Mac, amelynek információi szerint a Monarch kódnév alatt fejlesztett új verzió már mélyható versenytársa lehet majd az Android eszközök Google Now és a Windows rendszerek Cortana megoldásainak. A lapnak ugyanakkor nem sikerült népszerűséget megtudni azzal kapcsolatban, hogy pontosan milyen területeken is lesz várható a fejlődés. Tehát lesz valami, ami jó, szuper. De nem tudom. Igen. Valahogy én szerintem egyébként a másik része az, hogy például gondolj bele abba, hogy már nem is csak az asszisztens, ami válaszol, hanem például itthon azt is soha nem használják ki, hogy diktálhatsz meg. Meg diktálsz a telefonodnak. Jó, édesapámnak magyaráztam, aki nehezen ért, tehát lassan megy neki, és mondom neki, hogy rámész erre, és mondom neki, hogy védj az oldal címét. És beírja gyakorlatilag. Igen, még valahogy azt kéne a mesterséges intelligenciába behozni, amit hát nem tudom, hogy lehetetlen-e, de semmi sem lehetetlen, ugye, hogy ismerje föl, mert ugye mit tudom, amikor magyarul beszélsz, de angol szavakat használsz. Mert ugye vannak, itt is most elmondtuk ezt végig, hogy elmondom ezt, hogy legalábbis ezt állítja a 9to5 Mac, amelynek információ szerint a Monarch kódnév alatt fejlesztett tötöre. Tehát, hogy kiszűrje gyakorlatilag. Nem, hogy azt úgy írja le. Tehát, mert amikor magyarra a 9to5 nyelv, akkor magyar tud bediktálni, de hogyha angolul szeretnéd, hogy mit tudom én, azt mondod be, hogy cnn.com, akkor ezt ugye nem... CNN, így fogja leírni most. Igen. De erre egyébként ráreflektálva, mert ugye ez egy szerdai cikk, és erről beszéltünk, de most tűnik igazán érdekesnek az, hogy miért is lesz ez annyira talán nagy dolog, vagyis miért ez az Apple-nek most a döntése, hogy ugye az iOS 9-ben a Siri-t fejleszteni fogja. Ugyanis van itt nekünk egy mai cikkünk, ami a következőt írja. Saját keresőmotort fejleszt magának az Apple. És szerintem azért kezdődött el ez az egész, mert most már így összekapcsolja magának ezt a két dolgot majd az almás cég. Úgy tűnik, hogy az Apple hamarosan újabb technológiai területen kíván saját megoldással megjelenni, és ezáltal függetleníteni magát versenytársaitól, ezúttal a Google-től és a Microsoft-tól. Az almás vállalkozás ugyanis egy keresőmotor építésének állhatott neki, ami a Google és a Bing helyét veheti majd át a cég eszközein. Az erre utaló jeleket a napokban fedezték fel az Apple honlapján, ahol a vállalkozás egy olyan új oldalt helyezett el, ami egy bizonyos Apple botról tartalmaz információkat. Az oldal szerint utóbbi az almás vállalat a webet bejáró automatizmusát a Google botjának, illetve a Microsoft Bing botjának közeli rokonát képezi. Igen. Tehát akkor valószínűleg tartom igazából, hogy az iOS 9-ben azért fog fejlődni majd a Siri, mert gyakorlatilag a teljes kereső rendszerét le fogja váltani. Igen. Bot. Ezt, hogy azért mondtam, hogy mert ilyen nem stanap, ezt idéztem az egyik államtitkárunktól, ahogy mondtam, figyelj jobban. Ő mondta ezt, hogy ezért nem kell itthonra napenergia. Én pont az atomenergia ellen voltam, úgyhogy ezt ennyit erről. Na! Oké,
Rendben. Még egy utolsó pillantás az oldalra. Ubuntu bekeményít a Windows 10 ellen, sőt jó. Arra készül, hogy le is nyomja a Windows 10-et. Hát. Oké. Okay. Ma meglátjuk. Igen, viszont műsorunk végéhez értünk. Köszönjük szépen a mai figyelmeteket. Ez volt a Restart Extra. Jövő héten, legközelebb ugye hétfőn, 7-kor lesz Restart. Akkor találkozhattok, hát ha nem is velünk, de valamelyikünkkel biztos. Úgyhogy jövő héten is találkozunk. Jó hétvégét mindenkinek, élvezzétek ki a jó időt, mi azt fogjuk tenni. Illetve szerdán egyébként majd együtt. Ja, tényleg, szerdán találkozunk együtt, így van. Rendben. Jó étvégét, sziasztok! Hello!